Sziasztok! Ahogy ígértem, a válogatott gyilkosokról lesz szó, és mielőtt néhányan nekem estek, nem fogom a földbe tiporni, mert nem egy nézhetetlenül borzasztóan rossz alkotásról van szó. Vannak erényei, és igazából nem mondom, hogy nem érdemel egy megnézést, de olyannyira el van rontva. Olyannyira, de olyannyira, hogy lehetett volna akár egy Franco Born parafrázis is, de hála a fakező alkotóknak csak a hazugságok hálója Statham Edition jött össze. A történet egy tényfeltáró regény adaptációja, és egy sas ügynökről szól, aki utolsó melója után visszavonul, de hamarosan újra harcba kell szállnia, ugyanis mentorát elrabolja egy sejk, vagy mi a franc, ő pedig kap egy ultimátumot, mentora életéért cserébe meg kell ölnie a sejk három fiának gyilkosait, akik hozzá hasonló ex-sas ügynökök. El is kezdődik a merénylet sorozat, amiben bevonja korábbi embereit is, de aztán persze hamarosan kiderül, hogy semmi sem az, aminek látszik, a szintéren feltűnik egy csomó új szereplő, akik kavarnak ezerrel, például a sejk negyedik fia, aki igényt tartana a fater vagyonára és ezért hajlandó komoly lépéseket is tenni, vagy egy aktív ügynök, aki Stathaméket veszi üldözőbe, és maga is egyre mélyebbre ás ebben a szövevényes sztoriban, ami többet csavarodik, mint a gravitáció az eredetben, és többször van vége, mint a gyűrűk urának. Igazából apróságokban nem nagyon tudok belekötni, mert nem nagyon van mibe. A film technikai oldalával semmi gond nincs, nem olyan látványos, mint a Kolumbiánál, de cserébe jóval realisztikusabb, könnyebben emészthető, igazi poros, mocskos, old school hangulata van a filmnek, ami remekül passzol a 80-as évek iraki konfliktusába áldozott történethez. Bár, hogy őszinte legyek, azért a korhűséget mondjuk a díszletekkel is megalapozhatták volna, mert abból kiindulva játszódhatna akár a napjainkban is, de még ez a legkevesebb. A problémák inkább ott kezdődnek, amikor végignézünk a stáblistán. Illetve nem kell végignézni, elég, ha csak a húzónévre pillantunk. Jason Statham. Na innen már lehet sejteni, hogy ez ciki lesz. Na nem azért, én nagyon bírom Jason Stathamet. Nem érdekel, hogy egyre silányabbak a filmjei és egyre gyorsabban csúszik a B kategória felé, de ha egyszer ő alakított a Jeff Chilliost, persze, hogy bírom. Ahogy bírtam Dolph Lundgren-t, Jean-Claude Van Damme-ot és Steven Seagalt is. Statham ugyanez a megyek előre és ész nélkül gyilkolok kategória. Ők egytől egyik igazi antiszínészek. Abszolút képtelenek kamatoztatni a minimális tehetségüket, csak esetleg nagyon ritkán, de ezeket a filmjeiket tipikusan senki sem ismeri, például a JCVD-t vagy a Banki Melót. Kizárólag a rajongóik szeretetéből tengetik a karrierjüket, és nekik ez elég. Ennyi. Ne legyenek tévhiteink, Jason Statham 30 év múlva pontosan ugyanaz a kategória lesz, mint az előbb említett Van Damme vagy akár Chuck Norris. De én ugyanúgy bírni fogom a csávót. Ebben a filmben is bírtam, hogy fapofával teljes kétféle arckifejezésből álló színészi eszköztárát bevetve komolykodott, és ahogy látszott rajta a megkönnyebbülés, amikor végre agyonverhetett valakit, mert akkor végre otthonosan mozoghatott. Ő ennyit tud, de ezt legalább üzembiztosan, nincs ezzel gond. Csak hogy sajnos ez a film nem az ő kategóriája. Mert hát hogy is néz ki a Jason Statham filmek 90%-a? I am Jason Statham. I am the first bad guy. I am the second bad guy. I am the third bad guy. I am the sexy bitch. Life is good. És akkor ehhez képest, hogy néz ki a válogatott gyilkosok? I am Jason Statham. I am the first bad guy. I am the second bad guy. I am the third bad guy. I am the sexy bitch. Wait. What? In fact, I'm not the third bad guy. I'm just a delivery boy. But I know who you are looking for. I can lead you to him. So, you are Jason Statham. And you are the third bad guy? No, I am the good guy. Just pretend to be the bad guy. And now I am charging you to kill lots of bad guys. But I have already killed two. Those were only some meaningless assassins. I am talking about real bad guys. Alright then. I am the first new bad guy. I am the second new bad guy. I am the third new bad guy. Wait. What? I'm not your third target. We both had been set up. I'm not really able to follow this. The solution is simple. We must find the inside man on the agency and we must kill him. What inside man in what agency? However, it won't be simple. There are 15 different choices. Hey, I had more things to do during this week, asshole. But don't worry, I will cover you. Great. Hey! So now, who the fuck are you? I am the inside man you are looking for. Oh, thanks for making this easy. Now prepare for your last fart. You can't kill me because I kidnapped your girlfriend. Jason! Bitch, what? So now, you go back and kill your partners, or we kill your girl.
Hey, holy shit, who are you? I followed you from the beginning. I worked for the agency and I have to tell you, there aren't any inside men. It was just a trick we created to discover our enemies. And we did it thanks to you. Great. So then, if you don't mind, I go home and... You can't go. Now we must finish this case. Oh, crap. Hi, I am Clive Owen. Great. And what the hell do you do here? I have no fucking idea. Listen to me. I tell you what's all of it about. Your real enemy is the boss of the guy you first met and thought he is a bad guy, and his partner you thought the bad guy first and the good guy then. Okay, but who has my girl then? He is another bad guy who was a good guy in the beginning. But then the original bad guy make him turn to the wrong side. The fuck? But you have to think clearly about kill both of them, because with their deaths there could be more problem in the site. Maybe we should deal with them, place their deaths, and repose them in some safe places. And then we create a fake conflict which will be a great opportunity to us to kill them. Life is good. I guess. Egy szóval a film rettenetesen bonyolult és szerteágazó, Statham pedig nem volt jó választás. Igazából ő volt a lehető legrosszabb, mert így a film abszolút nem találja meg a célcsoportját. Aki átlagos Jason Statham filmet vár, annak túl bonyolult és túl komoly lesz ez a sztori, akik viszont egy gondolkodást igénylő, mélyebb szinteken is működő akciófilmre számítanak, azoknak meg túlzottan Jason Statham-es lesz. Viszont eszem ágában sincs Statham-re fogni az egészet, mert ez még mindig a kisebbik gond. A nagyobb, ami egyben a legnagyobb, ami miatt ez a film végül elbukott és mindenki csalódásként könyvelte el, az a forgatókönyv. Gyerekek, pocsék! Nem is, még annál is rosszabb, egyszerűen elmondhatatlanul rossz. Nem tudom, mi az a negatív jelző, ami a legrosszabb az összes negatív jelző közül, de most mindenki képzelje ide a sajátját. Mondjuk Adam Sandler-es. Nem, ez azért túlzás. A film ugyanis nem az egyszerű lőjünk le minden rossz fiú dramaturgiával operál. Bárcsak úgy lenne, nem, ez ennél jóval összetettebb. Úgy értem, jóval összetettebb. Annyira, hogy az már sok. Ehhez képest az eredet egy két délután alatt megírt kacsamesék epizód. Ups. De most komolyan. Kétszer néztem meg a filmet, plusz amíg a videót vágtam, a simán van még egy, és még mindig csak találgatni tudok, hogy pontosan miről is akar szólni. Nagyjából olyan a helyzet, mint a Mulholland Drive-nál, kb. 80 percig abszolút követhető a sztori, nagyjából látod a koncepciót az egész mögött, és a dramaturgiát a jelenetek között, és el tudod helyezni a szereplőket is. Nem tökéletes, de el lehet nézegetni. Aztán egyszer csak úgy néz ki, hogy vége lesz, de nem! Mert jön még 40 percnyi rohamtempójú IQ-teszt, hogy vajon hány nevetés helyszínt vagy képes megjegyezni, és később beazonosítani ennyi idő alatt. Tisztára, mint abban a Charlie dalban. Nevek, arcok, helyek. Mindeközben meg persze kövesd a sztorit is, amiben belecsöppen egy csomó olyan dolog, aminek addig se híre, se hamma nem volt. Például ez az író, aki ugyebár a regényírója lenne, ami alapján a film készült, egy fiatal tapasztalatlan bérgyilkos, aki olyan, mint Sean Bean a Roninban, meg valahonnan előugrik egy táska pénz is, meg egy csomó szereplő, meg egy csomó szereplő, egyszerűen túl sokan vannak, az embernek fogalma sincs ki kicsoda, meg hogy mi a jóisten reszett lábujkörme folyik itt. Kiben rohangálnak olyan figurák, akiknek eddig a létezéséről se tudtunk. Úgy teszik el lábalól a fontosabb támpontot adó karaktereket, mintha csak statiszták lennének. A jelenetek abszolút nem konzekvensek egymással, semmiféle összefüggés nincs köztük. Vagy ha van is, hát azt olyan jól elrejtették, mint a jelzőlámpát a Mona Lisán. Ugye? De önmagában még ez sem kéne, hogy negatívum legyen, hiszen rengeteg film van, aminek éppen bonyolultságában van az igazi ereje, mint a már említett Mulholland Drive, a Siriana, a Dolgok állása, vagy a két Elit halálosztók, stb. Mind kiváló filmek, és nem azért és nem is annak ellenére, mert bonyolultak, hanem egyszerűen azért, mert képesek fenntartani a néző érdeklődését, még akkor is, ha éppen elveszítette a fonalat. Jó a tempójuk, jó a dramaturgiájuk, jók a karaktereik, jók a színészeik. Sajnos ezek nincsenek meg a válogatott gyilkosokban. Nem elég, hogy követhetetlen az egész, ráadásul teljesen érdektelen is. Hiába próbál meg úgy tenni, mintha valami baromi fontos dolgot láttatna velünk, hiába próbálja meg fejtörésre serkenteni a nézőjét, ha egyszer nem tud felmutatni semmit, ami érdekelhetné. Nincs semmi, amin izgulhatnánk, se egy történés, se egy karakter, se egy fordulat, semmi.
Az egész annyira papírízű, annyira felületes. Az akciók is csak úgy vannak. Nem rosszak, néha kifejezetten ötletesek, mint például ez az autópályás merénylet a film közepe táján, de semmi intenzitás nincs bennük. Az egyetlen kivétel a verekedős jelenet a kórházban. Na ez ott van a szeren, de ez sajnos önmagában kevés. A szereplők ide mennek, oda mennek, követik a rendező utasításait, unottan felolvassák a szövegeiket. Egy szóval elvégzik a dolgukat, de nincsenek itt. Szerintem mindenki azon agyalt már a forgatáson, hogy mire költik majd a fizetésüket. Semmiféle mozgatórugója nincs az egésznek, hiába van tényleg nagyon sok karakter. A filmbeli figurák olyan szinten papírmasék, hogy asztali díszként jobban funkcionálnának. Teljesen mindegy, hogy mennyit szerepelnek, vagy hogy a történet szerint melyik oldalon állnak. Ha hiszitek, ha nem, a film legérdekesebb figuráját Dominic Purcell kapta, aki Statham egyik társát játsza, és kb. Olyan, mint a bérgyilkos Bob a Batmanben. Jópofa karakter, de tudjuk, hogy ő csak egy bármikor feláldozható darab fasírt. A Batmanben ez persze nem volt zavaró, hiszen a fő karakterek mellett ő tényleg csak egy kis plusz volt. Itt viszont hiába van három ütős név a főszerepben, senki nem képes átlátni ezt a káoszt. Jason Statham, mint mondtam, hót ugyanazt a figurát hozza, mint eddig, és meg sem próbál még minimálisan sem bármit is hozzáadni. Robert De Niro igazán csak a film elején szerepel, később csak fel-fel bukkan. Nem rossz, és nála már ez is valami, de azért nem is jó. Clive Owen meg mit keres itt? Szóval nyilván a pénztárcája nagyon nem bánja ezt a kis kiruccanást, de azért ő van annyira ismert és jó színész, hogy ne legyen szüksége Jason Stathamre. Bár elég vicces az alakítása, már mint abban az értelemben, hogy az arcáról tisztán le lehet olvasni, mennyire hupilila fingja sincs arról, mi folyik itt. Biztos senki nem szólt neki, hogy itt nem az új golyózáport forgatják, hanem inkább a kettős játékot, és ettől teljes képzavarba került, ami lehet, hogy még most is tart. Na meg amikor lecsapja Stathamet a már említett, egyébként tényleg kifejezetten jól sikerült kórházi bunyóban. Nézzétek ezt a fejet! Heh, küzdhetsz, ahogy akarsz, akkor is jobb színész vagyok, mint te. Ó, ez nem volt fair. Fuck you, Chelios. Ja, és szerepel még a filmben Yvonne Strahovski, aki a Mass Effect 2-ben Mirandának kölcsönözte az arcát és a hangját. Hát igen, vajon mennyire teszi jót az ember önbecsülésének, ha a digitalizált kép más a népszerűbb, mint a valós? Ezek alapján nem tudom, kinek lehetne ajánlani ezt a filmet, hiszen, mint mondtam, se a Jason Statham rajongókat, sem a téma iránt érdeklődőket nem elégíti ki. Bár összességében nem olyan vészes, mégis én sajnáltam azt az időt, amit rászántam. Szívesen mondanám, hogy olvassátok el inkább a regényt, ami alapján készült, de mivel a mai napig nem jelent meg magyarul, így hát nyám-nyám-nyám-nyám, jabada-dabada rábasztunk. Mind a Columbiana, mind a válogatott gyilkosok középszerű alkotás. Meg lehet őket nézni, de ha odarakjuk őket 2011 igazi nagyágyú akciófilmje mellé, már is látszik, mennyire nem érdemes rájuk pazarolni az időt. Viszont, volt egy fickó régen, aki azt mondta, hogy minden relatív. Valami Albert, nem tudom, de szerinte minden a világon nézőpont kérdése csak attól függ, hogy milyen megvilágításba kerül. Ez alapján tehát, ha így nézzük, akkor a Columbiana és a válogatott gyilkosok nem jó filmek. Viszont, ha melléjük rakunk valami mást,